A találkozónak kardékánján az Újvidéki Egyetem rektorán és a tartományi tudományügyi titkáron kívül még mintegy 150 doktorandusz is részt vett, akik Szerbián kívül 16 különböző országból érkeztek. Vladimir Pavlov szerint az itt végzett fiatalokat nem becsülik meg kellőképpen. Ha továbbra is csak azokat az embereket ünnepeljük, akiket eddig, nem változik meg semmi. Ha azonban az itt összegyűlt kiváló kutatókat és tudósokat népszerűsítjük, az ő szavukat és tetteiket helyezzük előtérbe, a társadalom talán jobbá válik. A mi karunkon diplomázó fiataloknak megszámlálhatatlan lehetőségük van. Például egy itt végzett irodalmár lehet egy jól működő nemzetközi cég sajtószóvivője is. Az, hogy mi áll a diplomán, nem korlátozza a lehetőségeket. Ráadásul az itt tanulók egy, két vagy akár három idegen nyelvet is elsajátítanak tanulmányaik során, ami fontos nem csak a külföldi, de a hazai munkavállalás szempontjából is. Emellett pedig sok más készséget is magukévá tesznek. Schmidt Sándor Barbara, a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza másként vélekedik a fiatalok munkaszerzési lehetőségeiről. Nincs könnyű dolga, én úgy gondolom, a diplomás fiataloknak. Tehát főleg most Magyarországon, hogyha Magyarországra gondolunk, ott a szakképzés erősítése van az a fókuszban most, tehát így még jobban úgymond háttérbe szorulhat a felsőoktatás, de azért a tudománynak nagy ereje van. És én úgy gondolom, és azt is tanácsolom minden fiatalnak, hogy tanuljon, mert azt nyilván nem veszi el tőle senki, úgyhogy én nem ellenem beszélek a felsőoktatásnak, sőt mellette vagyok, de nehéz dolga van a mai fiataloknak. A Bölcsészettudományi Kar egyébként 1954-ben alakult, így az Újvidéki Egyetem egyik legrégebben alapított karának számít. Azóta mintegy 20 ezer hazai és külföldi hallgató szerzett diplomát a kar 17 szakának valamelyikén. Az intézmény keretein belül jelenleg alap, mester, illetve doktori képzésen összesen 45 akkreditált tanulmányi program folyik.